Megható, hogy mennyire együtt éreznek a magyarok a francia néppel a Notre Dame, a kereszténység szimbólumának tragédiája után. Erről Franciaország magyarországi nagykövete beszélt itt az M1-en. Emlékeztetett rá, hogy egy nap alatt mintegy 750 millió euró adomány gyűlt össze. Érkeztek magyar felajánlások is, amiért hálás a magyaroknak. Et en particulier, moi je suis ici en Hongrie. Egész Magyarország részéről sokan szolidárisak voltak. Rengeteg magyar, akiket bár nem ismerünk, szintén meghatódtak, és akik azt mondják, hogy a francia felfogásnak, történelemnek része a Notre Dame, és szeretnének segíteni. Nagyon hálás vagyok Magyarországnak, és mindez csodálattal tölt el. Párizsban 11 órától kormányülésen tárgyalják a Notre Dame ügyét. Tudósítónkat kapcsoljuk, Vencel Katalin. Szervusz Katalin, mi hangzott el eddig? Szervusz, jó napot kívánok! A Notre Dame tűzvésze kisöpört minden egyéb politikai témát, a sárga melényes tüntetések miatti nagy sajtótájékoztató lett volna ma napirenden. Hosszú idő után ma tartott volna először sajtótájékoztatót Emmanuel Macron, de úgy döntött, hogy a mai kormányülés, ami terve volt véve, annak egyetlen egy témája lesz, ez pedig a Notre Dame újjáépítése. Abból már polémia kezdődött, hogy Emmanuel Macron 5 évet jelölt meg, még pedig azért, hogy a Párizsi olimpiára elkészüljön az új épület, hogy mind újra helyreálljon. Ugye nagyon sok 3D-s felvétel van. Azt lehet mondani, hogy statikailag, ha megvan a pénz és megvannak a szakemberek, amely minden, az is kérdés, helyre lehet állítani. A kérdés az, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, erről tárgyal valamennyi miniszter. A sajtó sok kérdést tett föl a többi pártnak is, hogy van-e ennek értelme, hogy csak erről szól a mai kormányülés, de azt lehet mondani, hogy most a politika részéről érződik a nemzeti összefogás, hiszen valamennyi párt felfüggesztette az európai parlamenti választási kampányát, amelyet már megkezdődött, elmaradnak a kampány nagygyűlések, és megpróbálják azt konkrétan kitalálni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Franciaországban az állam és az egyház szétválasztását követően minden egyházi intézmény állami tulajdonba került, de ez felelősséget is ró egyben a kormányzatra, amely azt jelenti, hogy a kormányzat tulajdona, tehát neki kell karbantartani és felújítani ezeket az építményeket. Ma már kiderült, hogy a Notre Dame-nak nem volt biztosítása. Ez egy állami döntés volt. 93 ilyen nagy katedrális van Franciaországban, ebből 80 épült ezelőtt a törvény előtt. Ez az állam felelőssége, hogy rendbe tartsa őket. Viszont az látszik, ugye, hogy az állványzaton keletkezett tűz okozta ezt a nagy tűzvészt. Az állványzatnak volt biztosítása, tehát elképzelhető, hogy maguk a biztosítók is elkerülve minden pert előzetesen megteszik majd a felajánlásokat, ez még nem történt meg. De hogy a bejátszóban is elhangzott, most már több mint 1 milliárd eurónál tart az az összeg, amelyet adományoztak a Notre Dame felépítésre, az összeg meg lesz, az úti tervet kell meghatározni, és természetesen a felelősöket, hiszen továbbra is tart a nyomozás, de egyelőre a kárfelmérés bent a templomban nem kezdődhetett meg, hiszen ahogy azt Christophe Castaner belügyminiszter is elmondta, még mindig nem biztos statikailag a templom állapota, meg kell akadályozni, hogy ne omoljon össze, és utána mehetnek be csak tényleg a rendőrök, a tűzoltók és a nyomozók, hogy mindent pontosan felmérjenek. Nagyon köszönjük, Vencel Katalin, kapcsoltuk.